Február 12-én rendezték meg Pécsen a harmadik Apácai Társastánc Fesztivált, melyen a Sátoraljóbújhelyi Kazinczy Ferenc Általános Iskola művészeti oktatásban résztvevő társastánc csoportjai is jelen voltak. A fesztivál célja az alapfokú művészetoktatási intézményekben tanuló növendékek szakmai tudásának felkészültségének felmérése, a bemutatott koreográfiák technikai és művészeti kivitelezésének értékelése, versenyzés biztosítása, valamint a zsűri értékelése által a pedagógusok további munkájának segítése. Pécsen jártunk táncfesztiválon, és második-harmadik helyezést értünk el latin és standard kategóriában, csacsát, jive-ot, angolkeringőt és tangót táncoltunk. Ezek a versenyek azok, ahol igazán meg tudjuk mutatni, hogy mennyi munka áll ezek mögött a produkciók mögött, ugyanis standard kategóriában egy angol keringőt táncoltunk, latin kategóriában pedig egy jive számot, és mindkét számunkkal bronz minősítést értünk el. Azt mondta a zsűri, hogy a technikánkon van mit javítani, és oda kéne figyelni a próbákon, és akkor sokkal jobban menne. A tánctanítás iskolai keretek között folyik, ez azt jelenti, hogy hasonlóan más tantárgyakhoz, akár egy matekhoz, országos versenyek vannak. Ebben a szakágban 3 évenként kírja a minisztérium országos társastánc versenyt, és az ilyen fesztiválok, mint amelyen most is részt vettünk, illetve azok a fesztiválok, amelyek mi is rendezünk itt Sátorújhelyben, arra alkalmasak, hogy ezt a 2-3 év közötti időszakot kitöltse, és a gyerekeknek megmutatkozási lehetőséget, illetve fejlődési lehetőséget biztosítson azáltal, hogy fesztivál keretek között, de mégis versenyhelyzetben mutathatják meg azt, hogy mit tanultak abban az adott évben. A táncosoknak idén a Pécsi Társastánc Fesztivál volt az első megmérettetése. A felkészülésnek a közepén tartunk még, tehát azt nem mondhatom, hogy minden teljesen jó volt, minden teljesen oké volt. Én azt gondolom, hogy az eredmények ezt teljesen tükrözték. 5 produkciót vittünk, az említett lánycsoport 2 produkcióval szerepelt, a legnagyobb csoportom, a Rúzsa csoport pedig 3 produkcióval. A 3 nagyobb produkció ezüst minősítést kapott, még a lányok bronz minősítést. Tehát ebből is látszik, hogy van még mit fejlődnünk, és illetve újdonság volt, hogy párosban is, egyéni párosban is indítottunk egy párost, és ők azért megállták a helyüket a mezőnyben, tehát ennek azért örülök, hogy az újdonság erejével is tudtunk megmutatni, hogy Sátorújhely igazán az élvonalban van. A Pécsi Fesztivál után a társas táncosok tovább folytatják a felkészülést a nyíregyházi, a szegedi, valamint az ország legnagyobb társas táncfesztiváljára, a Sátoraljóújhelyire.